Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit március 21-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban színházi előadással, kiállítással, koncerttel várom Önöket. Tartsanak velünk! ...2016 után ismét Cserhalmi György rendezésében különleges helyszínen, a Városháza dísztermében mutatták be Székesfehérváron Reginald Rose 12 dühös ember című drámáját. A legendás mű 12 ember egy esküdtszék tagjainak zárt ajtók mögötti munkáját, vitáit idézi meg, amely során megismerhetjük személyiségüket, hátterüket. Az előre megfontolt szándékkal elkövetett emberülés a legsúlyosabb bűncselekmény. Önök meghallgatták a tanúvallomásokat. Most az önök kötelessége, hogy elválasszák a tényeket a feltevésektől. Egy ember meghalt. Önök egy másik ember életéről döntenek. Ha a vádlott bűnösségével kapcsolatban alapos kételyük merül fel, az ártatlansága mellett kell szavazniuk. Ha nincs kétség önökben, legjobb belátásuk szerint bűnösnek kell nyilvánítaniuk. Bárhogyan is határoznak, csak egyhangú döntéssel léphetnek a bíróság elé. Ha vádlottat bűnösnek találják, a bíróság szabadságvesztés kiszabásával nem élhet. A törvény erre az esetre a halálbüntetést írja elő. Nincsenek irigylésre méltó helyzetben. Rendkívüli felelősség van a vállukon. Köszönöm a figyelmüket. Kezdetben 11-en vannak egy ellen, ám a helyzet fokozatosan változni kezd. A döntés felelőssége egy ember sorsa, bűnös vagy nem bűnös. De hogyan hozhat egyhangú döntést, hogyan találhatja meg a közös nevezőt egy teljesen különböző emberekből álló társaság, akik még a szavak jelentésében sem tudnak megegyezni egymással? Én azt keresem most elsősorban, hogy mi ez a tömegpszichózis, hogy hathatunk egymásra, hogy egyszer csak megdönthetetlenül érveket állítunk valami mellett, és aztán saját magunk mindenféle megalkuvások folytán lebontjuk azokat. Hát itt jön aztán be, hogy just liberation, csak felszabadítani. Ez egy furcsa dolog. Ez egy nagyon furcsa dolog, mert kinek mit jelent a szabadság. Aki szerint bűnös, kérem, emelje fel a kezét. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ártatlan? Egy. Tehát szóval... Édes Istenem, hogy egy mindig van! 11 az egy ellenében bűnös. Most akkor ez tiszta. Én hatalmas rajongója vagyok a darabnak, és az összes filmváltozatnak, ami készült belőle, úgyhogy nagyon megtisztelő volt, amikor a Cserhalmi György felhívott és felkért, vagy megkért rá, hogy a Tűzkő Sándor szerepébe ugorjak be. Ő az elnököt játszotta, az egyes számú esküdtet, és egy fantasztikus csapatmunka, ami most készül. Arra változtatom, hogy 8 évvel később, és plusz, hogy anya lettem, és egészen más az életem, hogy mindennek súlya és jelentősége van, és lehet, hogy csak egy porszemek vagyunk, de rengeteget tudunk adni más életéhez is, és igenis nagyon fontos az, hogy itt ki mit gondol, hogy mindenkinek joga van a saját véleményéhez, ki is állhat mellette, és igenis az az egy kis porszem, hogyha így fejeztem ki magamat, erre nem emlékszem, ma már tényleg nem ezt mondanám szerintem, de hogy igenis befolyásolni tud mindent, és hatással tud lenni mindenre. Számomra minden esetre nem volt kétséges, hogy a fiú meséje gyenge lábakon áll. Azt mondta, hogy moziban volt a gyilkosság estén, viszont egy óra múlva már nem emlékezett rá, hogy mi volt a film, vagy hogy ki játszott benne. Senki sem látta bemenni a moziba, se kijönni. Plusz a nő a szembelelő házból. Ha az ő vallomása nem bizonyítja, akkor kész. Haladjunk sorrendben, ha kérhetem. Nagyon sok minden változott, ugye most a helyszín az egy elég különleges helyszín mindenkinek. És nagyon izgalmas lett ettől az előadás. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy pluszt adott hozzá. És a tét az még mindig óriási. És én azt érzem, hogy még nagyobb erőt sugároz most ez az előadás így a nézők felé. Zeneileg ugye annyi különbség van, hogy most hasonló lesz, de élő zenekaros. Tehát, hogy az egy másik munka. Úgyhogy jó. Meg jó a Gyurival újra találkozni. Az jó, hogy megint másfél nap alatt, vagy kettő alatt csinált egy olyat, hogy megint
nagy kedvem van a kollégáimmal játszani, és ez nem egy utolsó dolog. Ha kíváncsiak rá, hogy ebben a pillanatban hogy érzem, nagyon szívesen. Ahogy tetszik. Köszönöm. A vallomás alapján úgy néz ki, hogy a fiú bűnös. Lehet, hogy tényleg az. 3 napig csak ültem a teremben, és hallgattam, ahogy a bizonyítás épül. Mindenki olyan magától értetődően beszélt, hogy kezdtem magam furcsán érezni. Van egy ilyen nem titkolt szándék, hogy mindenhonnan kapjunk egy-egy karaktert, és hát ez a... Hogy kell mondani, ezt nagyon finoman, tehát az egyik legősibb foglalkozást űző hölgyről van szó, akit én játszom, és nagyon, nagyon izgalmas az, hogy a többiek között, hogy lehet így részt venni, hogy lehet állást foglalni, hogy gondolkozik ez a nő ebben az ügyben. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas feladat. És hát nagyon boldog vagyok, hogy a Cserhalmi Gyurival dolgozhatom. Csak 8 év telt el az előző bemutató óta. Ugyanakkor, mivel a helyszín nagyon speciális, hogy itt vagyunk a Városházán, és a színpad is nagyon speciális, egy egészen szűk kis helyen játszunk, azért nagyon sok minden változott olyan értelemben, hogy mozgásilag, technikailag, persze a fő gondolat és maga a darab az úgy egyes ugyanaz. Hát ez egy nagy kihívás szerintem mindannyiunknak, főleg a beugróknak, úgyhogy egy kicsit mégis úgy érzem, mint hogyha egy új darabot vennénk elő, miközben persze azt játsszuk, ami 8 éve volt. Az én karakterem, akit játszok, ő egy ilyen nagyon fiatalos, lendületes, siet a meccsre, ezért igazából sürgeti az egészet, nagyon meggyőződve hiszi azt, hogy bűnös a fiú, mert őt meggyőzte ez a 3 napos tárgyaláson, ugye, amiket felhoztak ellene érveket, és hát sajnos elég elhamarkodottan kimondja, amit gondol. Jó, ki volt, azt tudni akarom! Bocsánat! Titkos szavazás volt! Titkos? Nem, hogy bármest titek között, nagyon titkos! Én tudom, ki az. Hát franc vagy te. Te gyalogolsz ide, leszavazol velünk együtt, hogy a gyerek bűnös. Ez a reket terror elkezd prédikálni a nehézsorsú gyermekről. Úgy szerint mit tehet róla, hogy gyilkosi karrier nyílik meg előtte? Erre te megváltoztatod? Hát ilyen undorított még az életemet. Még a kis plédobozára, dobja már egy fél dolláros. Várjunk csak ezt nekem. Hogy beszél maga vele? Mi? Honnan veszi, hogy ilyen hang? Jó, van, nyugodjon! Nyugodt vagyok! Ki a szarnak képzelette magad? Mi? Öregebb lettem. Igen, öregebb lettem, azt hiszem. De egyébként a maga téma és az aktualitása az egyáltalán nem változott. Nem lehet előítéletek alapján dönteni egy embernek bűnösségéről vagy ártatlanságáról. Ennyi. Azt vettem észre, hogy a Gyuri, ahogy rendezte, ő az ő szemléletmódja abban változott, hogy egy kicsit haragosabb, dühösebb volt, és most egy lecsendesedettebb, békésebb nyugalomra, megértésre törekvő, kevésbé konfrontálódó megoldásokat szeretne választani. És afele tolt minket, hogy próbáljunk inkább nyugodtabban vagy megértőbben fordulni egymáshoz. És ez nekem nagyon fontos üzenet volt érezni azt, hogy mi van a külvilágban, és mire kellene törekednünk ahhoz, annak ellenére, hogy persze meg kell oldani a problémákat, csak nem mindegy, hogy milyen módon. De mégis az egyetlen ismerőségét csak nem hagyja nyugodni az ember. És akkor természetes, hogy feltesszük a kérdést, hogy kinek volt még indítéka? Valaki megölte? Ha nem a fia, akkor ki? Persze, mondja ezt ki, nem? Látjuk azt, hogy egy csapatlabdával! Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes az a szövet, és talán 8 év után az ember még bonyolultabban látja, hogy egy ilyen kérdés, hogy valaki bűnöse vagy ártatlan, hogy mennyi sajátos tényező határozza meg, hogy ki hogy látja, illetve hogy mit hozunk magunkkal, milyen előítéleteket, és hogy mennyire engedjük tisztán látni a tényeket.
Nagyon érdekes volt újra nézni a felvételt, mert meg kellett tekintenünk, mielőtt ezt elkezdtük. És az ember változik 8 év alatt. És a lényeget tekintve ugyanazt gondolom, és a demokrácia elveit képviselem most is. Nagyon más lesz ez az előadás, mint akkor volt. Nagyon más, de szerintem más tartalmakkal bír most és a jelen helyzetben is, és nagyon izgalmas lesz. Nekem bűnös! Van még, aki szerint bűnös? Nem. Meg vagyok győzve. Ártatlan. Szerintem bűnös, akármi van bűnös, szóval nem tudom, miről beszélünk. Bűnös, ez van. Akkor is bűnös volt, most is bűnös, semmi nem változik. Mi változott volna? A darab végén nincs, és nem is lehet happy end. Kiderül, hogy a vádlott elvakult elítélőinek indokai mögött nem húzódik semmi. És idővel arra is ráeszmélünk, hogy komoly traumák vezettek odáig, hogy a gyűlölet ekkora teret nyert magának egy-egy ember életében. Szép szívedet által szúrtál, szép hangomat elhallgattál. Továbbra is 12 dühös ember, nézzük meg egy beszélgetést Cserhalmi György Kossuth díjas rendezővel, a nemzetművészével. Ünnep lesz itt Fehérváron a 12 dühös ember bemutatója. Ünnep van már most is. Először is gratulálok a születésnapjához. Számunkra ez az ünnep viszont úgy valósul meg, hogy itt a díszteremben egy egészen különleges alkalom, hogy egy olyan színpadi mű kerül bemutatásra, ami akár ide is való lehetne, hiszen ez egy, a Városháza díszterme egy különleges hely. Nos, most egy más kontextusról kérdezném. Úgy fogalmazott nemrégiben, hogy nem tanítottam, felszabadítottam őket. Ez mennyire vonatkozhat erre a 8 esztendő után újra játszott darabra, illetve a színművészekre? Hát őket már nem kell felszabadítani, illetve esetenként talán igen bizonyos berögződések alól. Inkább a 8 év inkább azzal a tanulsággal jár számomra, hogy mi minden történt az emberekkel 8 év alatt, és ez hogy írja át a színdarabot, szerepeket, a mienségüket, a karakterüket, az egészhez való hozzáállásukat. 8 év az egy nagy idő, szóval egy ember életében az egy tetemes dolog. Éppen arról beszélgettünk, amikor itt újraolvastuk az egészet, hogy kinek milyen fura, milyen véleménye alakult ki. És igazából, amikor fölmentünk a színpadra, mindenki kicsit megfiatalodott. Nagyon fura volt. És akkor egyszer csak az merült fel bennem, hogy mi lenne, hogyha nem erőszakolnánk ezt a 8 évet. És megpróbálnánk visszahozni ott annak az értékeit, amit a nagy színpadon, a Vörös Martiba működtek, és itt meg hozzátenni azokat, amit ez a terem sugall. Mellesleg itt is azt kell mondanom, hogy hát nagyon jó ajánlatot kaptunk a polgármester úrtól, mert az, hogy egy ilyen terembe berakta egy ilyen tárgyalást, az igen. Hát ad neki egy hangulatot, ez kétségtelen. Mert hogy egy nagyon fontos gondolat, egy másik fontos gondolat, hogy nem az a kérdés, hogy kinek van igaza, hanem mi az igazság. Ez vonatkozik erre a darabra is egy kicsit. Ez egy bibliai szemelvény, úgyhogy hogy igen, én ezekhez úgy próbálok ragaszkodni, amennyiben hát maradéktanul soha nem sikerül semmi, de azt én nem tudom eldönteni, én csak egy halandó vagyok, hogy azt látom, hogy kinek van, de hogy mi az igazság, azt ott valaki más tudja. Azért mégis az ember törekszik, mert van egy írói szándék, és van egy
hogy mondjam, a nézőtér részéről egy hozzáállás. Mindig a néző megkeresi az antipatikust, meg a szimpatikust, hogy valakinek lehessen drukkolni, másnak meg nem. Annyi a különbség talán, hogy az eddig játszottakhoz képest, hogy hála Istennek van itt egy Kerkai Ritánk, aki remekül fest. Tehát az a fiatalember, akiről szó van a darabban, az meg is tud jelenni egy kvázi egy vásznon. Mert egy ilyen különleges ihletés kapcsán a Rita a darab egy adott pillanatában elkezdi a gyereket emlékezetből megrajzolni, a vádolt gyereket. És ugye a végén ketten maradnak a főhős, aki összeroppan, egy hajdan volt emlék, hogy mondjam, hatására mindennel hadakozik, ami arról szól, hogy ő nem egy tiszteletre méltó figura, pedig nem az. És a végén ott fejet hajt a fiatalember előtt, persze hát ez csak ez egész egy ilyen képletes dolog, nem egy igazi főhajtás. Vannak ilyen átfedések, de nem arra hajtunk, és nem is az örök igazságra, hanem én azt keresem most elsősorban, hogy mi ez a tömegpszichózis, hogy hatunk egymásra, hogy egyszer csak megdönthetetlenül érveket állítunk valami mellett, és aztán saját magunk mindenféle megalkuvások folytán lebontjuk azokat. Na, itt jön aztán be, hogy just liberation, csak felszabadítani. Ez egy furcsa dolog. Ez egy nagyon furcsa dolog, mert kinek mit jelent a szabadság. Tehát ez kicsit úgy, hogy te állj, s felej, ki vagy. Ez a vége. Valamikor volt 2 évvel ezelőtt egy ilyen székfoglaló a Művészeti Akadémián, és így ér vége. Hát ezt is ugye kölcsönvettem Shakespeare-től, lopni csak zseniktől szabad. Úgyhogy igen, nem úgy, te állj, s felej, ki vagy. Szóval olyan nincs, hogy csak én beszélek, és én mondom el, hogy ki vagyok, és gyakorlatilag kifaggatnak, mint egy rendőrségi lámpával. Hanem igen, a másiknak is valamit kéne mondani, hogy párbeszéd legyen, dialóg, és nem egymás mellett száguldozó monológok. Ennek tükrében jól halad a próba folyamat? Tegnap volt az első olyan nap, amikor azt mondtam, hogy hát ebből még lehet valami. Lehet érezni egy ilyen nagy fáradtságot. És ezt én értem is. Nem tett jót a színházaknak, a színészeknek a Covid egyáltalán. És most ez az energiaválságos pillanat, az megint azt jelenti, hogy hát nagyon lógunk a levegőben. Tehát nincsenek ilyen biztos pontok. És ez, hát 3 év alatt ez lemeríti az akkumulátorokat azért. Nem csak Fehérváron látom általánosan, tehát Budapesten ugyanezt tapasztalom, Debrecen, mindenhol. Mit ír erről az időszakról, erről a napokról a lányának a naplójába? Ja, az a baj, hogy még, hogy tegnap otthon voltam, mert hazavittem a szennyest, és gondoltam, hogy valamiket írogatok. De aztán egy ilyen közéleti vágány keresztbe vágta az egészet, és másról kezdtem írni. Ha összesítjük, hogy eddig mi történt és mi várható, hiszen nyilvánvaló a színházrajongók elkapkodták a jegyeket, ez korán sem véletlen, ez szól egyik oldalról a darabnak, másik oldalról mindenképpen az ön személyének, harmadrészt pedig, amiről beszéltünk az imént, hogy idestova 3 hónapja nem láthattak Vörösmarty Színházat az emberek, azt hiszem, hogy ez egy fontos pillanat lesz. Hát ennek a felelőssége nyomaszt is engem elég rendesen. Amit ez a tér ad, azt megpróbáljuk kihasználni teljes mértékben, hogy mennyire vagyunk ebben a kérdésben tehetségesek, hát ez egy másik ügy. Hogy azt látom, hogy kezd belekerülni, ahogy szoktuk mondani, apai, anyai. Tehát most már azért sózzák, borsózzák, most már azért látom a tekinteteken, hogy valami olyan fura bizalom költözött be, amit ritkán tapasztal az ember még, hogy mondjam, ilyen békebeli időszakokban is. És ez nekem nagyon komoly spirituszt ad, hogy,
hogy visszataláltunk egymáshoz. Már hát azért 8 éve nem találkoztunk, és szóval elkezdődik az a bizalmi rendszer, ami nélkül a színház sem működik. Új tárlattal jelentkezett a Derkovics kör. A Voke Vörösmarty Mihály Művelődési Házban 5 alkotó műveit tekinthették meg a művészetbarátok. A Derkovics képzőművészeti kör több mint 6 évtizedes múltjával Fejér megye legrégebben működő és az egyik legrangosabb alkotó közössége. A kör tagjainak munkáit önálló és csoportos kiállításokon rendszeresen láthatja a közönség. A Voke Vörösmarty Mihály Művelődési Háza kör tagjainak alkotásaiból rendezett kiállítást, amelyet a tárlat kurátora, az alkotók mestere, Karockai Ottó festőművész nyitott meg. Karockai Ottó festőművész pedagógus személyében egy olyan alkotó segíti a tagok fejlődését, akinek munkásságát több egyén és számos csoportos kiállítás fémjelzi itthon és külföldön egyaránt. A tárlaton az ő tanítványai Tombi Vera, Deák Katalin, Tóth Magdolna, Vágula Edit és Baksa Ádámné műveit láthatják a képzőművészet barátai. Ez a tálat a Derkovics kör egy kis csoportjának a bemutatkozása, akik már régebben szerepeltek, és színes appaletta, úgyhogy itt vannak kezdő emberek, és olyan alkotók is vannak, akik már régebb óta járnak a szakkörbe, és komoly jártassággal rendelkeznek. Milyen ez a munkafolyamat, hiszen látjuk, hogy a tehetségük vitathatatlan. Hogyan lehet őket felkészíteni arra, hogy aztán olyan festményeket, alkotásokat készítsenek, amelyek méltán kiállíthatóak? Mióta kikerültünk a barátságházából, ahol alkotóhely volt, műterem, más volt a szemlélet, mivel itt nincs erre lehetőség, csak termet biztosított számunkra a művelési ház. Itt elsősorban a munkákat értékeljük, zsűrizzük, véleményezzük, megbeszéljük a jókat, rosszakat, és olyan szinten állnak már ezek a tagok, hogy önállóan is tudnak dolgozni, és egymás munkáját is tudják bizonyos mértékig korrigálni. És időnként, tehát én egy hónapban egyszer egy összegző elemzést tartunk, és a legfontosabb kritikákat elmondom és megbeszéljük. Egy ilyen tárlat megerősítést jelent az alkotó embernek, jelesül a csapat vezetőjének? Nekem legalább olyan örömet szerez, mint az alkotóknak, mert látom a csoporttagjain, akik jobbára nyugdíjasak, hogy nagyon-nagyon tudnak örülni a sikernek, és minden ilyen kiállítási lehetőségnek. Úgyhogy örülök neki, hogy egy picit én is részese vagyok ennek a dolognak. A kiállítás megerősíti, hogy a Derkovics képzőművészeti kör az évtizedek múltával, bár cserélődő tagsággal és változó nemzedékekkel meg-megújulva őrzi és viszi tovább hagyományait és teremtett értékeit. Befejeződött az Alba Régia Szimfonikus Zenekar idei partitúra ifjúsági hangversenysorozata. Az utolsó koncerten a Fehér Lófia zenés mesejáték dallamai csendültek fel. Élt azonban ebben a birodalomban egy gyönyörű, táltos fehér ló. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar 2022-23-as évadának a partitúra ifjúsági hangversenybérlet sorozat 4. egyben utolsó koncertjén az archaikus magyar mesevilágot idézték meg Dobszai Meskó Ilona kortárs zeneszerző karmester és Tar Ferenc szövegíró Fehér Lófia című zenés mesejátékán keresztül. Szokás azt mondani, hogy ők a jövő közönsége. Ez is igaz, de hát a jelennek is közönsége. Óriási élmény azt látni a hallgatóság arcán egy ilyen gyermekkoncert esetében, hogy hogyan hat az ő tiszta és romlatlan énjükre a klasszikus zene, még hogyha ebből én háttaláló karmesterként kevesebbet is látok, konkrétan a zenélés közben, de a kollégáim is, akik sokkal erősebb kontaktust tudnak tartani velük a játék közben, mindig arról számolnak be, hogy az ifjúsági koncertek eljátszása sokuknak őszintén a nagy kedvenc műfaja. A csodálatos népmeséből készült modern hangzású zenejáték az izgalmas történetet hitelesen a mai ember számára is érdekes módon adja elő. Úgy, hogy a legfiatalabbak a darabot hallgatva a kedvet kapjanak a klasszikus zene hallgatásához. Dobszai Meskó Ilona, az Erkel-díjas zeneszerző, igazi kortárs zenével varázsolta el a fiatalokat. Tar Ferenc kollégám találta ki ezt, hogy a Fehér Lófia
mesét zenésítsen meg, és tényleg nagyon beletrafált, hiszen az a korosztály, aki ilyen matiné előadásokra jár, még jobban megérti az élet dolgait a mesén keresztül. És ez a korosztály már az árulással, a barátok csalfaságával már találkozik, de az ovisok meg még hisznek a sárkányokban, a királylány világában. Tehát, hogy tulajdonképpen nagyon széles az a gyerekmerítés, amiből tudunk dolgozni. És a felnőttek, akik elkísérik a gyerekeket az előadásra, igazából egy magányzenénél, amikor a Fehér Lófia egyedül van, pontosan vissza tudnak emlékezni az életüknek azokra a pontjaira, amikor őket is egyedül hagyták, vagy nem voltak tisztességesek a barátaik. Szóval igazából szerintem maga a mese témája is egy teli találat volt a Tar Ferenc részéről, illetve a műfaj, hogy mesét dolgozzunk föl. A Fehér Lófia a felnőtté váló, sok kalandot megjáró hős története nem csak a fejlődni akarás, a küzdés, az önfeláldozás értékeit mutatja be, hanem azt is, hogy a kortárs zenétől nem érdemes félni. A mesét Tar Ferenc álmodta újjá a fiataloknak. Nagyon ősi meséről van szó, a Fehér Lófiát már a nagyszüleink nagyszüleinek a nagyszülei is mesélték, és tényleg, ha van olyan mese, ami átível a magyar történelmen, akkor az biztosan a Fehér Lófia, és épp ezért volt nagyon nehéz hozzányúlni, hogy lehet ezt a régi mesét egy mai kor számára is érdekes módon átírni, hozzányúlni úgy, hogy a gyökereket, a hagyományt azt tiszteletben tartsuk, de a mai gyerekeknek is érdekes legyen. És hát az eddigi tapasztalat az, hogy nagyon szeretik a gyerekek, tudnak vele kapcsolódni, rá tudnak hangolódni, tudják követni, élvezik. És ugye, aki ismeri a mesét, annak egy külön játékot jelent az, hogy ezt a jól ismert mesét hogyan hallják vissza zenében. Hogyan erősíti szöveg a zenét, zene a szöveget, vagy egészíti ki egyik helyen a szöveg a zenét, vagy a zene a szöveget. Az előadás megerősítette az Alberige Szimfonikus Zenekar, valamint a történetet felvezető játékos hangszerismertetés, ahol még meg lehet ismerkedni a legfontosabb témákkal is, valamint a darabban szerepet játszó hangszerekkel, igazi 21. századi élményt nyújt. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!